Milyen érzés itt Szegeden rendezni, és milyen érzések kötik a darabhoz? Nos, hát egy hete vagyok Szegeden, és újra ránk köszöntött a tél, de ennek ellenére nagyon jól érzem magam. Megkezdtük ugye a próbákat, és valahogy én úgy vagyok a próbával, hogy igazából a színháznak, a színház csinálásnak ez az egyik, csúnya szóval éljek, az egyik legizgalmasabb része számomra legalábbis. Nyilván szeretem az előadást, szeretjük az elismerést, hogyha célhoz ér az, amit gondoltunk és megfogalmaztunk, de azt hiszem a próba az, ami igazán örömmel tölt el a nehézségeivel együtt nyilván. Magáról a darabról mit tudunk elárulni? Igaz, hogy még a próba folyamat elején járnak, de azért mégis mire kell számítani a nézőnek, ahogyha belép a nézőtérre és elkezdődik a darab? Nos, akik ismerik neten Füst darabját, vagy akik nem ismerik, csak hallottak a sötét valóság ábrázolásáról, hát azoknak azt tudom elárulni kulisszatitokként, hogy ne riadjanak meg, nem fogjuk tetézni a sötét világlátást. Igen, elég sötét darab. Mégis mit üzenhet a mai ember számára? Én azt gondolom, hogy már ugye, ha csak a címéből indulunk ki, boldogtalanok, mi tulajdonképpen arra próbálunk választ keresni, hogy mitől boldogtalanok ezek az emberek. Én azt hiszem, valójában mindenfajta boldogtalanságnak az oka egyrészt a saját magunk önismeretének a hiánya, ez az egyik, és a másik a szeretet hiánya. Azt gondolom, hogy ha egy kicsit jobban figyelnénk egymásra, és szeretni tudnánk bátrabban és nyitottabban, akkor nem lennénk annyira boldogtalanok. Amikor megkapta a felkérést erre, hogy ezt a darabot rendez, akkor mi volt az első gondolata, mi volt az elvárása, mit szeretne látni a színpadon? Hát mit szeretnék látni, ez mindig rejtély. Ugyanis az ember rendezőként elképzel egy világot, úgy mondják, ezt köztudottan a rendezőnek van egy koncepciója, ugye, egy előfeltevése, de hát végül is a próba folyamat során ez nagy mértékben megváltozik, ugye, hiszen partnerségben, úgymond közös munka során a színészekkel olyan új dolgokat, kérdéseket, gondolatokat, megoldásokat fedeznek fel, amelyek nagyban megváltoztathatják tulajdonképpen egy elméletben felállított koncepció irányvonalát, akár gyökeresen is. A nézők viszont mindig elvárják a színháztól azt, hogy szórakoztasson, ne csak elgondolkodtasson, sőt, ők általában szórakozni szeretnek. Hogyan tudja megoldani egy ilyen picit borongós darabbal ezt a kettősséget? Ismét Csehovhoz fordulok. Köztudott, hogy Csehov komédiáknak titulálta a műveit, illetve ezt a műfaj besorolást adta nekik, és hát ha az ember ugye Csehovot hall, vagy legalábbis manapság Csehovot hall, az emberek többsége azt látja egy hirtelen maga előtt, hogy emberek ülnek a színpadon, beszélgetnek és unatkoznak. Én azt gondolom, hogy Csehovnak igenis nagyon vérbő humora van, egy nagyon finom, nagyon fanyar, de ugyanakkor vérbő humora van. És ezt csak azért hoztam fel példaként, mert azt gondolom, hogy nincsen tragikum komikum nélkül. Kinek ajánlja ezt a darabot elsősorban? Én ezt bárkinek, aki szereti a színházat, szereti Füst Milánt, és akár szeret elgondolkodni a létezés kérdésein.